tetszik egy mesébe? Mi a kedvenc mesén? Meg tudod mondani, mi a kedvenc mesén? Van kedvenc mesén? Bogyó és babóca, és Bogyó babócában mi a szép? Mi az érdekes? Tetszik neked a ruhája? Vagy segít másokon? Mint a tető. Segít másokon. Ki tudja, a Garfield az milyen állat? A macska. A macska. A macska. És mi a kedvenc étele? A jelenna. Hát ti ismeritek Süsüt? Igen. Jaj, de jó. Hát nagyon szerencsés vagyok akkor. Süsü itt van a táskámban. És szerintetek a sárkányoknak van több feje? Nincs. Ki látott már hétfejű sárkányt? Nincs. Én is láttam. Képzeljétek el. 12 fejűt is. Mennyi? 12. Olyan is van, így van. Süsü azért volt szomorú, képzeljétek el. Mert az apukája, akinek 3 feje volt, azt mondta, hogy hát hogy néz ki az én gyermekem egyfejű? Ráadásul elküldöm, hogy az ellenséggel bánjon el, erre mit csinál? Meggyógyítja. Mert influenzás, és borogatta, és meggyógyította az ellenséget. És kitagadták otthonról. És ezért szomorú. Na figyeljetek, akkor ki fogom én elvenni. Nagyon fél. Ha előveszem, mosolyogtok rá? Igen. Gyere, Süsükém, ne féljél. Nem kell félni, itt minden kisgyerek téged nagyon-nagyon fog szeretni. Majd. Búj, búj, zöldet, zöldet, ellecske, nyitva van az aranyka, úgysem bújjatok rajta. Rajta, rajta, ne szakadt a fajta, megmaradt a macska, kimaradt a farka. Kimaradt a farka? Csiribi, csiribán, hókusz-fókusz, varázsajtót nyíl meg. Még egyszer. Csiribi, csiribán, hókusz-fókusz, varázsajtót nyíl meg. Mielőtt bemegyünk, én azt kívánom nektek, meg az óvónéniknek, hogy nagyon-nagyon szép napotok legyen, élményekkel teli mesés. És itt van a csoda. Lépjetek be a szállatom. Itt a gyerek, a pirány. Tegyem oda? Hát ide teszem egy picit. Jaj, de boldog. Mi a titka a Süsünek? Hogyan tudja magát elfogadtatni a gyermekekkel? Én úgy gondolom, hogy aki nézi a mesét, vagy ismeri a Süsü meséjét, hiába otromba, hiába van nagy feje, hiába tűnik úgy, hogy csúnya, a jósága, az, hogy útközben amerre jár, segít mindenkin. Ez a varázsa, úgy gondolom, tehát a jó szíve. Na, gyerekek nagyon hamar feloldódtak. Ez minek volt köszönhető? Én úgy gondolom, hogy Süsünek pont ez a bája, hogy egy kicsit otromba, viszont a szíve jóságos, szeret énekelni, igaz, hogy szomorú dalt énekel, de mindenkin segít. És amikor én most megnéztem a mesét, ugye azzal kezdődik, hogy lepkét látott meg, egy szép pillangót, és azt kergeti útközben, és csak meg akarja csodálni, csak meg akarja fogni, és mindenki ugye fél tőle, de a favágóknak segít, a katonák mellett is elmenni, tehát mindenkinek segíteni szeretett volna. De ez majd később derül ki a mesében, amikor a kóbor királyfival találkozik, és ugye a kóbor királyfi által jut be a palotába, és onnan kezdődik igazán a története, hogy hiába csúnya, hiába otromba, ő szerinte a cselekedeteivel, a cselekvései által fogják megszeretni, lesznek barátai a palotában. Akár a királykisasszony, akár a királyfi, akár az öreg király. Tehát így szerez magának barátokat, és ugye segíteni fog ott a palotában mindenkinek.
A gyerekek mennyire ismerik Süsűnek a történetét? Valószínű, hogy ismerik a szülők által, hiszen a szülők ezeken nőttek föl. Én is gyermekkoromban ezeket a meséket néztem, a Süsűt, a Pompon meséit, a Picúr, ugye amikor a Pompon is elkísérte Picúrt az iskoláig, és akkor addig mindig mesélt neki. Tehát a szülők által úgy gondolom a gyerekek megismerhetik. Az a szülő, aki könyvtárba jár, vagy egyáltalán imádja a mesét, az lehet meg is veszi a könyvet, és ezáltal megismerik, úgy gondolom. Meg hát az interneten keresztül is, tehát kikereshető, és akinek olyan az érdeklődési köre, biztosan biztosítja a gyermekének azt, hogy ezt ne hagyja ki, ezt a mesét. A gyermekek már most mögöttünk felsorakoznak, indulnak vissza az óvodába, hát úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon feltöltődtek és élményekkel gazdagodva tértek haza. Feldobja egy kicsit a hétköznapokat egy-egy ilyen kiállítás? Biztos vagyok benne, hogy igen. Amikor én most először erről hírt kaptam, illetve betekintést, én nagyon örültem neki, mert ez is majd abba az irányba viszi el a gyerekeket, akár a szülőket, akik esetleg nem adják meg azt a lehetőséget, hogy ezeket a meséket is előtérbe helyezzék otthon. És én úgy gondolom, hogy maga az, hogy most Süsű bábbal is találkoztak, ez biztos van több gyermeknek is ilyen kabalája, és az, hogy nézhetik, ugye meg is nézhettek most a Sebaj Tóbiásból is részleteket, ilyen nagy méretű figurákat nem hiszem, hogy láttak valaha is, csak a meséskönyvek lapjain, vagy pedig a videón keresztül, és én úgy gondolom mindenképpen nagyon nagy élményekkel fognak hazamenni, hiszen színezhettek is, és gondolom ezt, hogy együtt énekeltünk, tehát hogy itt voltak, ez mindenképpen élmény volt a számukra, és reménykedek benne, ha hazamennek, vagy az óvodában, akkor ennek lesz folytatása, hogy esetleg a héten, vagy ezt követő hetekben most a Süsűről szóljon a mindennapok meséje. És ez fontos, mert mesélni nagyon jó, de mesét hallgatni ugyanolyan jó.